A Magyar Honvédség évtizedek óta vásárol ejtőernyőket Németországtól. Ezeket a használat előtt próbaugrásokon tesztelik, és ezután kapják meg a légi alkalmassági engedélyt a katonai légügyi hivataltól. Az alkalmassági engedélyt megkapta az a 170 darab ejtőernyő is, amelyet a minisztérium májusban vett egy német cégtől. Úgy tudjuk, hogy ezzel a típussal korábban már voltak problémák, de ez a szállítmány átment a teszten, és a katonák is több százszor ugrottak velük. Nemrég azonban a hajtogatáskor lyukakat találtak az ernyőkön. A híradó információi szerint a német cég ernyőire már több országban is panaszkodtak. A gyár ugyanis egy új, vékonyabb anyagból készíti az ernyőzsákját. Ettől nyitáskor a korábbinál gyorsabban csúszik ki az ernyő. A surlódás miatt viszont túlhevülnek a hevederek és kiégetik az ernyőt. A minisztérium a vizsgálat idejére teljes hírzállatot rendelt el.